75 évvel ezelőtt, 1946. június 30-án országos jelentőségű esemény helyszíne volt Kecskemét. A hosszú előkészületek után megszervezett gyümölcsnapot személyes megjelenésével Tildy Zoltán, a Magyar Köztársaság elnöke is megtisztelte. A programsorozat részeként országos gyűlést tartottak a Városháza nagytermében, azután a vendégek megtekintették a gyümölcskiállítást. Az eseményről a Magyar Filmhíradó is tudósított. A gyümölcs városában Kecskeméten indul hódító útjára a világhírű magyar barack. Nagy barack szüret alkalmából tartott gyümölcsnapon a köztársasági elnök is megjelent.